ezen a szép napon kint, csoda szép esett a nap, olyan néz, látod? Alig van egy-két felhő az égen, ilyen jó idő van, ilyen megint ilyen nyárias idő van. Ami tegnap este esett az eső, képzeld el, hazajöttem az öcsémtől, és megerett az eső késő este utána. Ami abból jó, hogy lemosta az autót, ugye az autó tiszta poros volt, így legalább ma vagy holnap nem kell mennem megmosni az autót. Egyébként elég későn értem ma haza a munkába, úgyhogy egész pontosan ma délután mit fogunk csinálni, azt még nem tudom, ugyanis majdnem, hogy elment már az egész délután, de valami érdekesen biztos fogunk csinálni. Amit tudok, hogy mit fogunk csinálni, játszani fogunk. Ugye múltkor mondtam nektek, hogy ha elérjük az 50.000 feliratkozót, ki fogom sorsolni ezt az okos órát, ami itt van a kezemen, ahogy látjátok. Ezt már bemutattam egy korábbi videómban is, ugye, aki nem látta, visszapörgetheti, és már nem ezt a videót, hanem visszanézheti a más videót, és ott bemutattam az órát, úgy nagyjából. Tehát ezt az órát fogom kisorsolni a jövő héten, vagy a keddi videóban, vagy a szerdaiban, ugyanis a keddi videó lehet, hogy szerdán lesz, attól függ, hogy mi, hogy alakul, ugyanis több dolgot kell csinálnom, tehát, na minden, meglátjuk, vagy a keddibe, vagy a keddi szerdai videóba sorsolunk. Hogyha részt szeretnél venni a sorsolásban, semmi, vagyis a játékban, meg a sorsolásban, semmi más nem kell tenned, mint a helyesen kell válaszolni majd a kérdésre, ugyanis lesz egy kérdés. Fel kell, hogy legyél iratkozva ide persze erre a csatornára, és egy szerető gombot ide erre a videóra kell, hogy nyomjál. A válasz pedig ide a videóra majd megírhatod. A kérdés pedig nem más lesz, mint... majd elmondom nektek ennek a videónak a végén, hogy miért ennek a videónak a végén, majd meglátjátok. Bár! Most biztos sok ember elpörgette ezt a részt, átugrották a videó végére, ugye, hogy hallják a kérdést, hogy minél tudjak válaszolni, de valószínű, hogy vissza foglak ide pörgetni, ugyanis a kérdés ebben a videóban erről a videóról lesz. Tehát, hogyha végignézed a videót, akkor tudni fogod a választ majd a videónak a végén a kérdésre. Remélem, hogy jól mondtam. Na mire? Tehát, majd megkérdezem a kérdést a videó végén. Most pedig nem más mit csinálni, mint készülődünk, ugyanis ahogy mondtam, mert megyünk majd valahova, úgyhogy valószínűleg nem tudom. A feleségem az ott készül bent, a Lucas az itt készül bent, itt a szobájában, a Davis pedig ott ment be a feleségem után. Én meg nem más csinálok, mint képzeld el, mit kaptam. Mit kaptam múltkor? Ugye, aki nézi a videómat, meg ugye tudja, én rettentően szeretem ezt a Dr. Pepperes italt. És kaptam, egy darabig nem lehetett kapni, nem tudom, hogy miért. Ha nálunk van ilyen ital, mutatom. Már biztos tudja mindenki, hogy ez milyen ital. Látod, én ezt nagyon szeretem, és nálunk ilyet nem nagyon lehet kapni. Hogyha lehet is kapni, akkor is csak egy ilyen darabot, vagy kettőt, vagy hármat. Tehát nem úgy, hogy megveszel egy kartonon, vagy úgy, mint a kólából. Ugye a kólából vehetsz annyit, amennyit akarsz, mert az van nagyon sok. És múltkor vettem, aztán beteg voltam, kiment a fejemből, és most, mikor ittam egyet, akkor láttam, ott az italom a Dr. Pepper, úgyhogy valószínű, hogy ezt majd ma este megiszom. Ugyanis esténként szoktam meginni, mikor leülünk, ugye nézünk egy filmet, vagy valamit, és akkor nem tudom, ilyen, szeretem ezt az italt. Ahhoz szom hasonlítani, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy volt régen, de régen mi, mikor ugye még Magyarországon laktunk, és milyen kisebb gyerek voltam, nem mindig kaptunk kólát, vagy pepsit, vagy akármit, csak például karácsonykor, vagy hogyha ünnep volt, vagy valami, és akkor az öcsémmel nagyon szerettük, ugye leültünk, és nem is dobozosat kaptunk, csak ilyen üveges kólát, és akkor szoktuk meginni. Ez az ital olyan hasonló, ugye nem tudok hozzájutni, mert nem lehet nagyon sokat bele levenni. Hogyha van is, akkor is elég drága, az árából meg tudsz venni egy 2 literes kólát. Ja, gyere Nyuszi! És azért szoktam, na minden, ugye majd valószínűleg este megiszom filmnézés közben, ami nem tudom, hogy mit fogunk nézni a feleségemmel, ugyanis mit csinálsz? Ilyenkor, mikor Lucas ugye nincs itthon, elmegy a szüleimhez, a Davis elmegy aludni, ilyenkor van időnk megnézni egy filmet. És... ja, mi a helyzet? Ilyenkor leülünk, mikor... mikor elment a Davis is aludni, megnézzünk egy filmet, aztán vagy elalszunk rajta, vagy mi is elmenjünk általában aludni. Mit csinálsz a kezemben, Nyuszi? Amúgy apukámnak is képzeled, ilyen órája van, ilyen okos órája, és a Davis rettentően szeret vele játszani, bár ez az óra most le van merülve, képzelem, ugyanis nem töltöttem fel, fel kell majd töltenem, még mielőtt elküldöm. Aztán a képeslapot is küldök aláírva, amit ott aláírtam az előbb, ráírtam, hogy láttad, mint írtam a hello, szia, szevaszt, ráírtam, meg alá is írtam. Mi van, Nyuszi? Mi? Úgyhogy, na, úgyhogy gyere, készülődjünk aztán. Mi? Ja, te, na gyere, menjünk.
megérkeztünk, de nem másval, mint ide, látod, ide a közeli bevásárlóba, ugyanis már kés van, ahogy mondtam. Azért hoztam a szemegemet, úgyhogy hoppá, egyet itt fogunk körbejárni, nem a rendes szemegemet, hanem a videós szemegemet, látod? Na, ez is egy ilyen kinti bevásárló, ami itt van ugye velünk szembe. Úgyhogy most kiveszem a bevásárlókocsit, a Davis kocsiját. Szervusz, mi helyzet? Semmi. És megyünk. Megvan a baba kocsi. Itt a táskád, ezt ide rakom hátulra, jó? Vigyázz ujjadra. Vigyázz tolatok. Jövök. Megfordítjuk. Hoppá. Na, hol vagyunk? Na megint egyből oda? Majd oda is benézünk. Na megálltunk egyet a kenyeresnél. Lukasz, mit eszel? A mit? A rólos, csak a bread. Olyan zsemlés. Aztán megyünk tovább. És kellett venni kenyeret. Hallod, Lukasz? Na mit eszel? Milyen kenyeret kaptál? Hát ez sima zsemlés. Én azt hittem valamilyen ízét kértél, másik faj. Nem. Na mindegy, úgyhogy most elmegyünk, aztán mit nézünk, megnézzük, mi van a moziban. Jó van, mikor játszik azt a filmet? Ja. Ja, csütörtök? Akkor meg kell nézni, hogy hány órától játszik azt a jövő héten, max. Elmegyünk valamelyik nap, mit szólsz hozzá? Na megjöttünk a mozihoz. Hol van? Oda van, ott vannak a masinák, látod? Megnézzük, aztán megyünk tovább. Bent, hát miért ne tudnál bent tenni? Na itt van. Hol van? Na nézzük, melyik a játszák. Hol van? Nincs is itt. Hol van? Ah, itt van. 4.30, 6 óra. Lukasz. Nem veszed be. Mit csináltam? Honnan tudja, mit csináltál? 4.30. 4-6 óra. Na, ma. De mi nem ma akarunk, kedden. Mikor? Kedden. Az mikor? Csüzden. Mást akartunk nézni. Nem hiszem. Patakot adott kukoricát, tész, fagyit, valamit. Vagy megnézzük gyorsan egy filmet, vagy kettőt. Na gyere, menjünk tovább. Ja, 2 perces filmek. Már menjünk tovább, megnézzük a boltot, valamelyiket. Hallod, hogy emlékszel erre, Lukasz? Itt vannak ezek az autók, és mennek körbe, vagy motor, megy körbe-körbe. $5, 5 perc. $8, 10 perc. Már itt szoktál ezen menni? $10, 10 perc. Állandóan ezzel akartálni, akárhány szíde jöttünk. Ja, de nincs egy vám. Semmi! Nem, na hol? Nem így akarod csinálni jobban, mint az? Mit? Csak vezetni ezt az RC autóba, az jobb, mint ez! Ez más, te! Na, gyere, benézzünk az Adidasba, és akartam nézni egy valamit. Na gyere, Lukasz, vegyünk ide, jó? Körbenézzünk egyet. Hát, ha találunk valami érdekeset. Amúgy ez az új volt, átlakították, meg el is hozták a túloldalról. Mit nézünk? Van sportos felsőt? Ezek amit le vannak árazva. Az miért pont ez? Ez egy zöld felső. Szeretett 21, 30-ra le van árazva, 21. Ja, hát ez nézd meg, akkor a $21 van leárazva. De itt van kékben, kék az jobb, látod? Az enyém az M-es. Vagy attól függ, hogy megy, mert néha meg S-es. Na gyere, menjünk tovább. Lukasz, néztem át egy jó sapkát, ez is $21 le van árazva. Ez jó, mint ez a Gold Coast-os még kaptam. Ja, azt mennyi 4-ért vették, ez meg 21-es. Látod? Szép. De be kell állítani, amúgy van más színű. Látod? Na. Ez az új iskola. Na megyünk tovább, oda néz, ez az új része. De ki lehet ülni, meg lehet kint játszani a gyerekeknek. Hova megyünk most? Gyere, bemegyünk ide a Ronflaurenba. Megnézzük itt is az árakat. Hol kezdjük? Mit?
Nem azt nézzük, gyere. Ott hátul. Megnézzük ezt. Várja, megnézzük ezt a felsőt. Ingyen első. Nézd, ez le van árazva 74-50-re, 50%-ra, 150-re. Lucas, yes? Ez olyan, mint az a polo short ribbon nekem? Ja, hasonló. Ja, csak hatalmas. Nem, ez a same, csak hatalmas. $70, ez is le van árazva 50%, 140-ra. Gyere, nem fogom nézni azt a felsőt ott hátul. Látod, ez ilyen régi stílusú. Ez hogy tetszik? $180, 174 le van árazva. Ez is 30-al elég drága mondjuk. $180. Te... Ez is jó. Na, megjöttünk. Látod, ez a gyerekrész. Itt... Mit csinálsz azzal? Ne hülyeskedjél. Na nézd. Ez a piros felső. Ez csak tudod mi a baj, hogy olyan drága lesz? $76. 109-ről van leárazva. Hogyan sok? Hát, mégis nem olyan, olyan nagyon sok, de azért nem olyan, olyan olcsó. Gondolom, hogy mondta $16. Ja, tudod mi kell neked? Ilyen nadrág kell neked. Szerinted találunk a méretedben? Nézd ezen! Mit? Ja, olyan rövid gatya. Olyanod van. És ez milyen? Ez nem rossz, nézd. Lucas, de ez milyen bohóc egy... Mi ez? Egyberészes nadrág katya. Ez egy ilyen bohóc katya. Ez sokkal jobb. Ja. Na gyere, menjünk. Mit? Ja, neked az fantasztikusan áll. Majdnem olyan nagy, mint én. Ne hülyeskedj, ez egy katya nadrág egyben, minden felső póló. Lucas, oda nézd, az ekkora egy nagy cipő. Egy nagy, magas sarkú cipő ott. De azt a cipő, ja, bele lehet mászni a gyerekeknek. Erre a fára meg fel lehet oda mászni, látod? Persze. Na, én tudom a babakocsit, ugyanis nincsen benne senki. A Davis az ott gyalogol egymagában és a feleségemmel. Úgyhogy megyünk visszafelé. Ja, beszünk egy bőröndöt vagy kettőt. Aztán elrepülünk Magyarországra, vagy Amerikába. Ja, mondjuk elúszi a szevasz. Megyünk tovább, azt mondja, hogy elindulunk vissza az autó felé. Max, ha van időnk, akkor még gyorsan benézhetsz ebbe a DVD-boltba. Na, megjöttünk a Lucas egyik kedvenc helyére, ami nem más, mint a játékrész. Na, mit találtál? Ez az a játékrész, mint a Minecraft. Ja, ez az... Ja, ja, az tudod, ez a... Beszél. Ja, tudom. Ez az a Dragon. Olyan, mint a Minecraft, csak még olyan. Ja. 79-dal. Nem 69 volt múltra? Nem? Nem tudom, én nem is van. Lemezek. Tudod, milyen lemezek? Bakelit lemezek. Még mindig lehet nálunk kopni egy-kettő bakelit lemezt. $235, $200, te! Oda nézd! Lehet szertani. Amúgy $27, $34, mennyi? $220. Hát, drágább, mint a CD-te. Mit? Na ott volt, nézd milyen ventilátorok. Idén nem kell ventilátor, azt hiszem. Porszívó, Davisnek ez a porszívó, hogy örülj neki, mi? Karácsonyra. Lehet, hogy a porszívót kéne kapni a karácsonyra. Te, majd szólunk a télapónak. Ja, majd szólunk a télapónak, hogy Davis karácsonyra porszívót kér. Ja, meg, én meg egy ilyen nagy tévét kérek karácsonyra, te. Majd írunk neki egy levelet. Ja, na gyere! Közben besötétedett. Lement a nap, már itt az autó.
Megjöttem, itt ülök az autóval. Közben állunk Clementrel, voltunk a szüleimnél, hazajöttünk, a Davis már elment aludni, képzeld el, ugyanis nem aludt, délután egész gyűgös volt, már elment a villany. És milyen korai estéje volt neki, úgyhogy fönn nem nagyon akarok hangoskodni. Pár kérdésre, vagy egy kérdésre akarok gyorsan válaszolni, aztán jön a nyereményjátékhoz a kérdés. Ugye megosztottam ezt a pólót, a bögrét megint, és sokan mondtátok, hogy jó az ár, vagy sokan mondtátok, hogy elég drága, mert ennyiért ugye lehet másfajta pólót venni, meg jobb pólót venni. Én tudom, hogy lehet venni több fajta pólót. Az ár, ahogy mondtam, ugye nem tudom, hogy milyen az ár, bár többen mondtátok, hogy nem, végül is nem drága. De az árakat nem én szabom meg, ugyanis van egy ár, amire én pár száz forintot ugye ráteszek, ami ugye én kapok meg belőle. És ugye ezt a cég kéri ezt az árat. Tehát biztos, hogy van a Tesco-ban 1000 forintos póló, vagy 1500 forintos póló, de nem ilyen póló. Tehát az áron egy nagyon picit lejjebb tudom ugye venni, azt a pár száz forintot lejjebb tudom venni, és de nem tudom, nem ugye. Ma meglátjuk, ami lesz többféle fajta design, de csak ezt az árat akartam ugye megemlíteni, de lesz többféle fajta design, a jövőben lesz hosszú póló, kapucnis póló, ugye mondtátok, hogy legyen az, mert hideg van nálatok, szóval utána gondolkodtam, tényleg Magyarországon most ugye tél van, nem nyár van. Nem minden. Úgyhogy majd alakítunk, valaki mondta, hogy minden a nyereményjáték lenne, és ugye ilyen dizájnos nyereményjáték, és a nyertesnek a dizájnja rákerül a pólóra. Valaki mondta, hogy minden nagy a gólkosz lenne rajta, és Ausztrália magyar, ugye hello, sziasztok, azt lehet. Egy pár ötletet most már kaptam, tehát ezen fogok gondolkodni, ki fogom dolgozni az ötleteket, a dizájnt, a logót, vagy csinálunk ilyen játékot, majd meglátjuk. De az áron nagyon változtatni sajnos nem tudok, tehát ha drága, ha nem drága, ennyibe kerül, nem kell megvenni, ugye. Tehát nem azért csináltam, hogy most rettentő sok pénzt fog ebből csinálni, csak mivel többen kértétek, ezért ugye elkészítettem, tehát nem fog megsértődni, hogyha egyáltalán senki nem vesz belőle. Aztán, úgyhogy, ne húzzuk tovább az időt. Játszunk! Tehát, a játékhoz a kérdés, hogyha meg szeretnél nyerni ezt az okos órát, nem más, mint ma este, ugye mondtam, a videóban említettem valahol, hogyha elpörgetted a videót, akkor most vissza tudsz menni az elejére és végig tudod nézni. Mondtam, hogy ma este valószínű, hogy filmet fogunk nézni a feleségemmel, ilyenkor ilyen filmet szoktunk nézni, mikor elmegy a Davis aludni, a Lucas ott van ugye a szüleimnél, és ilyenkor van időnk megnézni egy filmet, csak leülni, aztán semmit tenni, és filmet nézni. Úgyhogy a kérdés a következő. Mit fogok inni a ma esti filmhez? Ezt a valamit mondtam nektek a videóban valahol, hogy mit fogok ma este inni, és hogy miért fogom inni. Tehát, hogyha tudod a választ, és végignézted a videót, akkor tudod, hogy mit fogok ma este a film mellé inni. Ide a videó alá írjad meg, semmi más nem kell tenned, mint egy szeretés nyomni erre a videóra, és persze, hogy fel kell, hogy legyél iratkozva a csatornára. Tehát a sorsolás valószínű, hogy vagy a keddi, vagy a szerdai videóban lesz, ugyanis jövő héten ugye lehet, hogy elmarad a keddi videó, de helyette szerdán lesz a videó. Ott lesz a sorsolás, a szeresti egy darab szerencsés nyertes ki fogok sorsolni, akinek el fogom küldeni az órát. Mindegy, hogy hol laksz a világ bármelyik pontján, hogyha mennyire elküldöm egy képeslappal együtt. Ide a videó alá írjad meg a választ. Mindenkinek sok sikert kívánok. Szerintem a kérdés nem olyan nehéz. Szerintem elég egyszerű. Ha végignézted a videót, akkor szerintem elég egyszerű. Én nem húzom tovább az időt, most elmegyek fel, viszem a kenyeret. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!